Szenes Andrea műsora. Ismerőseink. Politikusok, közéleti személyiségek. Úgy, ahogy máskor nem. Egy kicsit közelebbről. Magyarország beszélget. Szenes Andreával. Lezsák Sándor író, költő, néptanító 1987-ben a legendássá vált Lakitelki kertjében indul el a rendszerváltás és alakul meg az MDF. Az Antal kormány alatt az elnökség tagja, majd 9 évvel a Lakitelki találkozó után az MDF elnöke. Örök közismert, hogy küldetéstudattal rendelkező, céltudatosan építkező ember. Mindig érezte, hogy csillag van a homlokán? Az én értelmezésemben ez hivatástudat. Valóban, ahogy fogalmazott, kell, hogy célja legyen annak, amit az ember próbál a maga erejéből, társaival együtt megvalósítani. Ennyi az egész. Nem voltam kiemelkedő képességű tanuló az iskolában. Az a középfinom, vagy éppen jó. Két olyan tantárgy volt, amiből talán erősebb voltam. Az egyik az irodalom, a másik a történelem. Ez mind általános iskolában, mind középiskolában, de másban bukdácsoltam, vagy közepes, vagy jó. És nem szerettem iskolába járni. Nagyon nem szerettem iskolába járni. Olyannyira nem, hogy utána aztán ott tartott az iskola, és 25 évig tanítottam is. És milyen hagyományokkal rendelkező családban nőtt fel? Hát édesapám Pest-Szent-Erzsébeten született. Ő katona volt a háború előtt. Aztán katona volt a háború után, de gyorsan, elég korán bélistázták, meg bízhatatlan lett. Aztán csepeli munkásember lett belőle. Hosszú évek után végül is műszaki tisztviselőként halt meg, hiszen elég korán meghalt, még 1970-ben. Édesanyám a Bodrog partján született, és aztán Nyírségbe költözött a család, és még egy háza mellett egy kis faluban nagyszüleimmel, nagyapám, nagymamám, Felső Sorskút Nyírtelek mellett nagyon sok nyarat, szinte minden nyarat ott töltöttem testvéreimmel együtt. Egy kicsit az a második szülőföldem, mert ezek a nyári vakációk, azok nagyon sokat jelentettek. Édesanyám az 3 gyereket nevelt föl, 7 éven át éjszakázott, az étterem és büfévállalatnál dolgozott. Egy másfél szobába laktunk először az Illés utcában, a Fűvészkert mellett. Aztán költöztünk be a Dob utca és a Kürt utca sarkán. Ma is ott él édesanyám. Édesanyáról szerettem volna kérdezgetni. Itt Orwell a Békebeli éjszaka kötetében találtam egy verset, az Anyám Magyar Ilona. És ennek van pár olyan sora, hogy itt felolvasom az első pár sorát, hogy parazsat szentelő öletből már kiszakadtam, lapozom biblia arcodat, homlokomra sorsod riaszt, pattanó héj a nyugalmat. Milyen érzelmi indítatással nőtt fel? Szóval mit jelent ez, hogy homlokodra sorsod riaszt, pattanó héj a nyugalmat? Édesanyám azok közé tartozik, akik az országban több millióan voltak, vannak, több százezer, akik hasonló körülmények között nagyon nehezen élték meg fiatalságukat. Bár boldogok voltak, fiatalok voltak, de azzal kellett együtt élni, hogy édesapám a börtönbe kerülhet politikai meggyőződése miatt, vagy éppen azért, mert nem volt hajlandó belépni a kommunista pártba annak idején. Elég öntörvényű ember volt, és egy hatalmas nyugalom volt édesapámban, nagyapámban is, édesanyámban is. Szóval akik viselték ezt a nyugalmat? Lehet. És viselte ezt a nemzedék, viselte a 45 a háborút. Megpróbáltak mindig az adott helyzetben azért nem csak embernek maradni, de egy családi környezetet teremteni. Jól emlékszem arra, és legenda volt például a környezetünkben, hogy édesanyám piskótát sütött akkor, amikor tojást nem lehetett kapni, és a sárgalépának a levéből színezte azt az édességet. És az életre valóság,
De ugyanakkor viselni kellett azokat a nélkülözéseket, az újrakezdéseket. Azért döbbenetes korszakban élünk valamennyien, hogy állandóan átmeneti korszakban. Állandóan költözködünk egyik rendszerből a másikba, egyik helyzetből a másikba. És mindig várunk arra, hogy talán a következő az jobb lesz, és azt próbáljuk előkészíteni. És ez kell egy nagy belső nyugalom, hogy túl lenni a nehézségeken. És édesanyám egy ilyen típusú asszony, sok százezer társával együtt. Mondta, hogy állandó változásban élünk, és kell nekünk az állandóság. Valahol nyilatkozta, hogy a legendás öltözétke, ugye ez a Kántor tanítói jelmez, ha szabad így mondanom, ez a fekete-fehér viselet, amit most újra levetett az utóbbi időben. Ez pont azért volt jó önnek, mert hogy az állandó változó világban volt egy kis állandóság, ami legalább egy stabil pont volt. De ez az öltözet ugyancsak nem volt az ön 20-as éveiben. Akkor minek készült? 20 évesen, én 19 éves koromban kerültem lakitelekre, és kezdtem el tanítani. És azért jött ez a gondolat, mert akkor ilyen értelmiségi körökben divatos volt anyára kiköltözni? Nem. Azért, mert a szüleim nem bírták volna a iskolát. Tehát nem tudtak volna tovább iskoláztatni. Édesapám beteg volt, volt még két testvér, és azt éreztem, hogy magam erejéből elmentem dolgozni érettség után. Segédmunkás voltam, fakodó munkás. És egy esztendeig dolgoztam, pénzt gyűjtöttem. Elmentem a Széchenyi könyvtárba, ott is segédmunkásként dolgoztam. És akkor írtam 50 levelet, amelyben kértem a segítséget, hogy én tanyán vidéken szeretnék tanítani. Ez volt 69-ben, és Kecskemétről jött egy levél, hogy azonnal jöjjön, alkalmazni tudom. És akkor lementem lakitelekre, lementem Kecskemétre két bőröndel, és akkor mondták, hogy Ágos egyházára kellene menni. De aztán ott egy órán belül megfordult a dolog, és azt se tudtam, hol van lakitelek, és úgy kerültem aztán oda. És előbb oroszt tanítottam 2,5 hónapig. Diáktársaim jókat kacagtak rajtam, nem voltam jó tanuló, és oroszból igen gyönge voltam, tehát előre tanultam, és úgy tanítottam 2,5 hónapot. És aztán kijutottam egy tanyasi iskolába, és ott tanítottam 5 évig, közben tanárképző főiskola, tehát magamat kitanítottam, de elég korán. A Szegedi Juhász Gyula. Igen, Gyula tanárképző főiskolán. Közben megismertem a feleségemet, és 71-ben elvettem feleségül, aztán jöttek a gyerekek, 3 gyerek, és tulajdonképpen amit szerettem volna, azt el is értem, mert mindig erre vágytam, hogy nyugalomban, kis közösségben, családban. De a világ, a külvilág az mindig belezavart, és azon mindig meg kellett birkózni, meg kellett küzdeni. Milyen tanár volt? Volt valami sajátságos lezsák módszer? Például nagyon sok verset tanultak a gyerekek. És könnyű volt erre rávenni őket? Volt egy módszer, a következő év elején, és ezt csináltam aztán a lakitelek iskolában, és az utolsó, tehát 2 évvel ezelőtt is, hogy év elején a gyerekek leírták a vers címeket, hogy milyen verset kell megtanulni. Ez kell a ketteshez, ezt tudomásul vették. Egy 6. gyereknek 25 verset kellett elmondani ahhoz, hogy kapjon évvégén egy kettest, a minimumot. Tehát évvégéig egy 30-as, 25-ös létszámú osztályban 25 vers hangzott el 25-30 gyerektől, és tudatosan építettük föl tőle, bontottuk ki a verset, és építettük föl azt a világot, ami abban benne van. És nem emlékszem arra, hogy buktattam volna gyereket. Tehát a kettes szintet mindenki megcsinálta. A leggyöngébb is. 24-szer hallotta már a leggyöngébb. Tehát 25, olyan sokszor hallotta a többitől, hogy a végén ő is el tudta mondani. Ez volt például egy olyan módszer, amit úgy gondolom, hogy sokat segített a gyerekeknek. Tanárként hogyan tud ilyen halkan fegyelmet tartani? Egy tanárról azt képzeli az ember, hogy ilyen hangzatosan beszél, ilyen ex-katedra kommunikál. Tudnom kellett mindig azt, hogy mit akarok.